240 percen át uralkodott feszült csend a Ciszterci Szent István gimnázium falai között. Ennyi ideig tartott a középszintű írásbeli magyar érettségi. A diákoknak két feladatlapot kellett megoldaniuk. A szövegértési feladatlapra egy órát kaptak. Aztán az intézmény igazgatója kiosztotta a szövegalkotási feladatlapokat, melyel 180 percig birkózhattak a végzősök. Jó sikerült, szerintem elég könnyű volt a magyar. Mondjuk a szövegértés, azban voltak feladatok, amik annyira nem mentek, de szerintem az érvelést választottam, és szerintem az könnyű volt. Könnyen lehetett hozzá példákat keresni. A végén már kezdtem lefáradni, sajnos a csokim az a táskámban maradt, így hát nem maradt agyserkentőm, de az összehasonlítást választottam. Hát azért, mert abban két novella volt, és a novella elemzésből készültem föl, úgyhogy bízom benne, hogy meg lesz. A Ciszterben ma 95-en estek túl az első megmérettetésen. Az érettségizőkből 79-en döntöttek úgy, emelt szinten adnak számot tudásukról. A feladatok nem voltak nehezek, kollégákkal beszélgettük, és arra következtetésre jutottunk, hogy a magunk részéről megtettünk mindent. Most a gyerekeikért izgulunk, hogy sikerült-e lehívni azt a tudást, amit az agysejtjeikbe elraktároztunk. Székesfehérváron 2049-a megyében mindösszesen 5973 diák várja, hogy véget érjen a szinte még csak most indult érettségi időszak. A megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint eddig minden rendben zajlott. Ma volt a magyar érettségi, ugye az első ilyen megmérettetés az érettségi tantárgyak sorában, és most kaptuk az értesítéseket minden iskolából, hogy zökkenőmentesen, problémamentesen zajlott le a mai nap minden iskolában. Ma beértek a diákok, és el tudták készíteni az érettségi feladataikat. Kedden matematikából, szerdán történelemből vizsgáznak a diákok, ezt követően pedig idegen nyelvtudásukról kell számot adniuk az érettségizőknek.